Sziasztok, én Dezső Bence vagyok, és elkezdtünk a legújabb videómhoz, amiben arról fog nektek mesélni, hogy miért költöztünk el a Budapest lakásból, és miért lakunk most már külön. Ha már láttátok a tegnapi videómat, már abban megemlítettem azt, hogy lesz egy ilyen videó, mert ez az egész egy külön sztorit szerintem megérdemel. Egyébként, ha még nem láttátok volna a tegnapi videót, ott lesz a leírásban, itt való meg fog jelenni, ott lesz az outroban és a csatornán is megtalálod. Nagyon sokatoknak tetszett nagy vonalakban, az egy kérdezfelelek videó volt, amiben kóstoltam romlott tejet, megkérdezték, hogy van-e most barátnőm, és még sok más kérdésre választ adtam. És örülök, hogy sokatoknak tetszett, nem maradjatok le róla, hogyha még nem láttátok, ott lesz ott mindenhol. Szóval kezdjük a legelejéről az egész sztorit. Mondtam már a tegnapi videóban, semmi komplex dolog nincs az egész mögött, viszont el szeretném mondani, és a kételyeket el szeretném egy picit oszlatni. 7 hónapot laktunk abban a budapesti lakásban, amit neveztünk Budapest háznak, ugyanis az a formáció, amit mi alkottunk, az a Budapest nevet kapta, összesen 4-en voltunk benne. 4-en is laktunk a lakásba, az első tag az a 3. hónapban kiköltözött, az Patrik volt, viszont nem azért, mert összevesztünk, hanem egyszerűen csak így hozta a sors és hazament Erdélybe. Bele még ugyanúgy jobban vagyunk, minden nap tartom el a kapcsolatot, stb. És a maradék 3 tag az az én, Dominik és Szabi, a 7. hónapban költözött ki. Tehát maradtunk végig. Sokan kérdeztétek, hogy hol van ez a lakás, ahol mi forgattuk ezeket az őrült videókat, és ahol laktunk konkrétan. Ez nem volt nehéz kitalálni egyébként. Voltak, akik kitalálták, voltak, akik odajöttek a lakáshoz, szinte napi szinten voltak ott az erkélyünk alatt, és kiabálták a nevünket, ami nekünk nagyon-nagyon jó esett, meg volt, amikor egy picit zavaró volt. Most őszinte leszek, ja. Nem volt nehéz kitalálni, hogy hol lakunk, ugyanis a parlamenttől volt pár száz méterre, és voltak, akik az Instagram képekből és a videó részletekből így összerakták, és meglátták, hogy melyik utca az, milyen épület van mellette, és akkor ennyi kellett ahhoz, hogy megtudják, hogy igazából melyik az a lakás, ahol mi lakunk. Voltak olyan merészek is, akik konkrétan nem tudjuk, hogy de a bejárati ajtón bejutottak, mármint azon, ami alul volt, biztos, hogy a kódot nem tudták, mert nem volt ahonnan, és akkor éppen gondolom jött ki valaki, vagy nyitva volt, és akkor bejöttek, feljöttek a mi emeletünkre, és kopogtak az ajtónkon. Na, az már nem volt annyira kényelmes, ugyanis szerintem egy lakás, ahol laksz, azért az maradjon meg a te kis privát szférád, és nem nagyon jöjjenek oda hivatlan vendégek, de hát remélem, hogy ezt ti is megértitek. Biztosan nagyon sokan még mindig szeretnétek tudni, hogy melyik utcában volt ez. Akadémia utcában talált ez a lakás, és itt van Budapesten az 5. kerületben. De el vissza lett adva a tulajnak, szóval minket biztos, hogy nem fogtok ott találni. Kiköltöztünk onnan, kipakoltunk, és most már külön lakunk. Szóval ott laktunk 7 hónapig, és lányok, srácok, az a 7 hónap az a fiatalságom egy meghatározó időszaka volt. Az a sok baromkodás, ami ott, tehát szerintem abban a 7 hónapban 3 évet öregettem. Ez a minimum. Nem mindig csak a nevetés volt, viszont egyszerűen felemelő érzés volt az, hogy elköltöztem otthonról Erdélyből a szüleimtől, és ott nyilván nagyon éreztem ott is magam, és nem kell félreérteni egyáltalán, tehát nem az volt, hogy én menekültem otthonról, meg stb. Nagyon szerettem Erdélyt is, nagyon szerettem ott lakni, viszont itt sokkal több lehetőségem van a munkámmal kapcsolatban, illetve voltak itt is barátaim. Az otthoni barátaim meg mind elmentek már egyetemre és végeztek a sulival, stb. És akkor kiköltöztem Budapestre, kibéreltem ezt a lakást Patrikkal, ugyanis mi voltunk először ketten abban a lakásban, mert ugyanabban a városban lakik ő, mint én. Kibéreltük azt a lakást, és utána jött Szabi, majd Dominik követte. Az első hónapokban nagyon furcsa volt az, hogy felkelsz, és konkrétan folyamatosan úgymond tele van a lakás, mert 4-en vagytok. Az egész lakás 120 négyzetméter volt, szóval volt terünk rendesen. Egyrészt nagyon jó érzés volt az, hogy másokkal a barátaiddal laksz együtt, és folyamatosan baromkodtok, ökörködtök és hülyéskedtek. Ez a három szó egyébként szinoníma, csak gondoltam, hogy többször elmondom. Másrészt egy picit nehéz volt az első 1-2 hónapban másokhoz illeszkedni. Vagy illeszkedni? Konkrétan itt arra gondolok, hogyha összeköltözöl valakivel, lehet ez a barátnőt, barátod vagy akárki, akkor alkalmazkodnod kell hozzá, és nem mindig az van, amit te szeretnél. Hogyha el akarsz éppen menni tusolni, de éppen valaki tusol, akkor nem tudsz elmenni nyilván tusolni. Rárúghatod az ajtót, de attól még ő tusol, nem te. Tudom, mert próbáltam, nem egyébként. Nem kell elni, nem rúgtam rá senkire az ajtót. Minden egyes tárgy és bútor, ha jól tudom, éppen maradt a lakásban. Várjál? Igen. Minden éppen maradt a lakásban. Tudom, hogy nagyon sokatoknak tetszett az, hogy mi együtt éltünk, együtt csináltuk a videókat, az Insta-sztorikat, és úgymond a kis napjainkat végig tudtatok mindig követni, hol az Instán, hol a YouTube-on, hol máshol. Ott Snapchat-et értek meg, Facebookot, viszont ott nem olyan sokszor. Na de miért költöztünk szét? Igazából konfliktusokkal is jár nagyon sokszor az, hogyha együtt laksz valakivel, pláne hogyha 4-en vagytok, hát vegyük inkább 3 szemét, mert a 3. hónapban kb. Akkor Patrik kiköltözött, én, Dominik és Szabi maradtunk, és nyilván konfliktusokkal jár az, mert hogy ugye máshoz kell alkalmazkodj, és hogyha nem azt akarod csinálni, amit a másik éppen akar, vagy éppen nem halkítja le a zenét, vagy hasonlók, akkor ideges leszel és veszekedni kezded. Nem volt csak veszekedésünk egyébként,
de nyilván megpróbáltató az, hogyha valakivel laksz. Pláne, hogyha mind a hárman fiúk vagytok, akkor olyan állapotok lesznek, én mondom nektek, hogy ha véletlen összeköltözöl egy haveroddal, vagy két haveroddal, vagy hárommal, ott olyan állapotok lesznek, hogyha mind fiúk vagytok, hogy kapaszkodjon meg, aki bemegy abba a lakásba. Voltak konfliktusok, viszont ténylegesen mindannyian úgy éreztük, hogy a 5.-6. hónap környékén, hogy nagyon jó volt, de mi lenne, ha külön költöznék, hogy mindenkinek legyen egy kis, tényleg egy kis lakás, ahol lakik, és ott egyedül van, és azt csinál igazából, amit csak szeretne. Ugyanúgy megmaradtunk barátok egyébként, mind a három személlyel dumálok, illetve dumálunk. Szóval semmi olyan is, hogy összevesztünk volna, csak egyszerűen úgy döntöttünk, hogy nagyon jó volt az az időszak, tényleg. Néha én is visszasírom, illetve Patrik is mondta tegnap, hogy költözünk vissza ugyanabba a lakásba, mert még 6 hónapot nyomjunk le, mert tényleg olyan volt. Na, igazából ennyi az egész sztori, letisztáztam egy-két dolgot, illetve elmondtam azt, hogy miért költöztünk szét. Ez a videó azoknak készült el, akiket érdekelt az egész téma. Nyilván ezt úgy is el tudtam volna mondani, hogy srácok, figyelj, túl sokat voltunk együtt, igazából ennyi, és csak 24 órában 24 órát voltunk együtt, és egy idő után sok lett, köszi. És akkor minek csinálsz 8 perces videót róla, vagy nem tudom hány perceset? Azért, mert ezt minden szerettem volna mondani, ami a videóban elhangzott. Igazából ennyi. Köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és találkozunk a következő videóban. Én Dezső Bence vagyok, sziasztok!